Mi a teendő vészhelyzet esetén? Nyílt napot tartott a Miskolci Hívásfogadó Központ. Megtartották a 200. nyílt napot, kutyafuttatót adtak át az állategészségügyi telepen. Vereség hazai pályán, nem hozott pontot a tavaszi nyitány. Jó estét kívánok! Kezdődik a Miskolc, ma Miskolc Televízió híradója. Már is jönnek a részletek. Bármikor adódhat olyan élethelyzet, amikor mentőre, rendőrre vagy tűzoltóra van szükség, ezért érdemes minél fiatalabb korban megtanulni, kit kell értesíteni, ha baj van. A Miskolci Hívásfogadó Központ ezért nyílt napra várta az óvodás és iskolás csoportokat, akik megnézhették, hogyan zajlik a munka a központban. Az eseményhez a rendőrség is csatlakozott, fegyverzett technika és elsősegély bemutatót tartottak a gyerekeknek. Halló! Segélyhívó központ, miben segíthetek? Jó napot kívánok, balesetet szeretnék bejelenteni. Az általános iskolás Lilla fogadja a segélyhívást a Miskolci központban. A segélykérés nem valós, csak a gyerekek kedvéért játszották el, ugyanis a 112-es Egységes Európai Segélyhívó Szemnapja alkalmából nyílt napot szerveztek a dolgozók. Kiti munkamentőre van szükség? 112! Nem hallom. Ezek a gyerekek már tudják, hogy milyen esetekben kell tárcsázni a 112-t. A tapasztalatok szerint azonban még mindig sokan nem tudják, mire szolgál pontosan a segélyhívószám. A nyílt nap célja az volt, hogy már egészen fiatal korban megtanulják a gyerekek a 112 helyes használatát. A segélyhívásokat fogadó operátoroknak nagy segítség, ha amikor egy tragédia, egy baleset történik, már azokat a kérdéseket tudják feltenni, és azokra adekvát válaszokat kapnak, akár kisgyerekektől is, amik elősegítik azt, hogy a készléti szervek mihamarabb intézkedni tudjanak. Igazi fegyvereket is foghattak a kezükben a gyerekek. A nyílt naphoz a rendőrség is csatlakozott. Fegyvertechnikai bemutatóval készültek, és még a harctéri elsősegélynyújtást is bemutatták. Tetszik, mert sok mindent megtanulunk, ha esetleg valaki elájul, akkor fel tudom éleszteni. Tetszik. A hívásfogadó központ 2018 óta minden évben nyílt napot szervez, amire környékbeli óvodásokat és iskolásokat hívnak, hogy megismerjék munkájukat. A mai világban elég sokszor halljuk, hogy balesetek vagy otthoni balesetek történnek, ahol pici gyerekek vannak csak otthon, és már akár itt látom az óvodásokat is, akár már óvodáskorban is tudnak segíteni a gyerekek, hogyha tényleg egy ilyen alkalommal részt vesznek ezeken az előadásokon. A Miskolci és a Szombathelyi Hívásfogadó Központba naponta körülbelül 14 ezer segélyhívás fut be. Ezeknek mindössze a fele valós segélykérés, ezért fontos, hogy az emberek ismerjék és tudják pontosan mire való a segélyhívó vonal. A Betegek Világnapja alkalmából közös imádságot tartottak a Vármegyei Központi Kórház kápolnájában. A Betegek Világnapjáról II. János Pál pápa kezdeményezésére 1993 óta minden évben február 11-én emlékeznek meg. Ezen a napon az egyház háláját és elismerését fejezi ki azoknak, akik életüket a betegek ápolásának, gondozásának szentelték. A központi kórházban minden évben más felekezet rendezi az alkalmat, idén a görög katolikus egyház képviseletében Orosz Atanáz a Miskolci Egyházmegye püspöke mondott prédikációt. A Bokik és az első Miskolci Lions Club idén is megrendezte szombaton este a hagyományos jótékonysági farsangi báját. A rendezvényen a kamara támogatói díját, az év cégvezetője és az év vállalkozói elismeréseket is átadták. A bálon a tombola teljes bevételét a Meszegyi Gyermekek Átmeneti Otthonának ajánlották fel a szervezők. Mára Miskolc egy büszke város. Egy büszke város óriási ütemű fejlődésre, elittel, gondolkodással, sikerekkel. A Bokik és az első Miskolci Lions Club jótékonysági farsangi bálján a vendégeket Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is köszöntötte, majd Bihal Tamással, a Bokik elnökével kamarai elismeréseket adtak át. A taps ezúttal Kovácsné Fecz Csillának, a NAV Borsodabói Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatójának szólt.
Ő vehette át a Bokik támogatói díját. Az általa vezetett szervezet a vállalkozások támogatásához szakmai segítséget nyújt, és több évtizedes kapcsolatot ápol a Bokikkal is. Hosszú évek óta egy nagyon jó együttműködés van a Kamara és a NAV vármegyei igazgatósága között. Elsődlegesen ez a Top 100 rendezvényeken valósul meg, amikor is egy olyan gazdasági körképet festünk a megye gazdasági szerepeiről, amiben mindenki láthatja, hogy ki az a Top 100 gazdálkodó, aki az adóbevételekhez a legnagyobb mértékben hozzájárul. Nyilvánvalóan ez a bevételek, illetve a foglalkoztatási adatok szerint köszönhető egy sorrendnek megfelelően. Az év cégvezetője Lőrinc Ákos az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek igazgatója lett. Az év vállalkozói díját pedig Kocsi László az év szerelnök igazgatója, és Kis Gergely Zsolt a Kis Gergely fagylaltgyártó vállalkozás ügyvezetője kapta. A bálon Bihal Tamás kamarai elnök az idei gazdasági év terveiről is beszélt. Bizakodó vagyok, mert több tucat vállalkozóval beszéltem itt január hónapban. A vállalkozások nagyobbik része pozitív várakozással tekint az év elé. Akiknek nehézségei vannak a piac, az ágazat, a méret miatt, azok pedig a jéghátán is megélünk filozófiát valva. Túl fognak lendülni a nehézségeken, meg fogják oldani. Én azt remélem, hogy a vármegyénk és Miskolcváros vállalkozói közössége erős lesz és stabil. A rendezvény jótékony célokat is szolgált. A tombola bevételét a Meszegyi Gyermekek Átmeneti Otthonának ajánlották fel a szervezők. Mindig keressük az újabb és újabb olyan támogatásra szoruló intézményeket, egyesületeket, akiket tudunk támogatni, és alapvetően így kerültünk mostére kapcsolatba, és én azt gondolom, hogy bármennyi pénz is folyik be, olyan gyerekekhez fog kerülni, akik rendkívül nehéz körülmények között élnek a hétköznapokban, és én azt gondolom, hogy ez óriási segítség tud nekik majd lenni. Arról, hogy mekkora összeg gyűlt össze a szombati jótékonysági bálon, későbbre ígértek tájékoztatást. Hatodik alkalommal rendezték meg Miskolc egyik legelegánsabb boros programját, a Furmint februárt. Az eseményen csaknem 40 tokaj hegyaljai borászat, 200 féle bora mutatkozott be. A borkóstoló gálán a nagy birtokok mellett a családi pincészetek is képviseltették magukat. A korábbi évek hagyományához híven a szervezők jótékony vállalása volt idén a Martin János Technikum szakképzőiskola, szakiskola és készségfejlesztőiskola támogatása. Behűtött palackok és csillogó bor. Miskolc egyik legelegánsabb boros eseményén minden a Furmintról szólt. Az ősi magyar szőlőfajta népszerűsítésének gondolata másfél évtizede merült fel először. Így a tél utolsó hónapján országszerte, sőt a határokon túl is a borászok a Furmintot állítják a középpontba. A legfontosabb üzenet az, hogy ma már négy nagy városban, Párizstól, Londontól kezdve sok helyütt Furmint eseményt rendeznek, és hát ez az egyik legfontosabb üzenet, hogy a Furmintot kóstolni kell, a Furmint egy remek fajta, és a miénk. Miskolcon is nagy hagyománya van a Furmint februárnak. Ez a mostani már a hatodik alkalom volt. Egy kicsit fölhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos nekünk az a környezet, amelyben élünk, azok a természeti adottságok, amelyek a város közvetlen közelében is vannak. Hiszen a Furmint, Tokaj hegyalja, az egy olyan érték, amelyre vigyáznunk kell és amelyet őriznünk kell. A borkóstoló gálán a nagy birtokok mellett a családi pincészetek is képviseltették magukat, csaknem 40 tokaj hegyaljai borászat 200 féle bora mutatkozott be. A borgálának ezúttal a népkerti Vigadó adott otthont, a résztvevők a Martin János Technikum szakképzőiskola, szakiskola és készségfejlesztő iskolát is támogatták. Az ország első állategészségügyi telepen található kutyafuttatóját adták át szombaton a Miskolci Állategészségügyi Telep 200. nyílt napján. A telep dolgozói és a Második Esély Állatvédő Alapítvány munkatársai évekkel ezelőtt álmodták meg a beruházást, de a megvalósításhoz szükséges 800 millió forint csak mostanra gyűlt össze. Ezentúl már nem csak két hetente a nyílt napokon sétálhatnak a gazdátlan állatok, hanem a futatóban is mozoghatnak. A miskolci telepen már évek óta nincs altatás, és a legfőbb cél továbbra is az, hogy az állatoknak mielőbb szerető gazdára találjanak.
Csak nem 9 éve várják két hetente nyílt napra az állatbarátokat a Fonoda utcára, a Miskolci állategészségügyi telepre. Szombaton is sokan érkeztek, hogy sétálni vigyék a kutyákat, és többen adományokkal is készültek. Nagyon népszerűek a nyílt napjaink, hál' Istennek, és közös koprodukciónk a Miskolci másodikesi járatvédő alapítvánnyal. Rengetegen szoktak eljönni, illetve rengeteg fix látogatónk van, sétáltatónk. Tehát egyrészt tök jó, mert az összes kutya ki úgy sétálni, akit ki lehet adni. Másrészt pedig gazdijelölteket ugye hétvégén jobban tudunk fogadni, mint a hétköznapokon, és meg tudnak ismerkedni a leendő kutyusokkal, cicusokkal. Jelenleg 60 kutya és 4 cica vár örökbefogadóra. A kutyák között vannak olyanok is, akik már 2-3 éve kennelben töltik mindennapjaikat. Nekik volt a legnagyobb öröm a 200. nyíltapon átadott futtató. Ő kicsi, és őróla nevezték el a futtatót. Kicsi Álma az a neve a futtatónak. Kicsi 6 éves, zsemleszínű kan, és az egyik legrégebbi lakó a menhelyen. A Csermükei útról hozták be még 2021-ben. Kicsi! Tiéd a pálya! Kicsi boldogan vette birtokba a terepet, még egy akadálypálya is várt rá. A kutya futtató megépítése már évek óta napirenden volt. A telep dolgozói és az alapítvány tagjai szerint egy álom vált valóra. 2015 óta, amióta jelen van az alapítvány ezen az állategészségügyi telepen, azóta tulajdonképpen ez terv volt. Hát most jutottunk oda, hogy megvalósult. A csaknem 100 négyzetméteres kifutót egy miskolci vállalkozás készítette. A kutyáknak már nem kell várni a sétákat a szabad mozgáshoz, mert hétköznapokon is használhatják majd a kutyafuttatót. A miskolci állategészségügyi telep, én azt gondolom, példaértékű, hiszen itt nem altatásról szól a történet a vegyűjtések után, hanem inkább a megfelelő életkörülmények biztosításáról és a gazdák kereséséről. Az is ritka, hogy egy állategészségügyi telepen kutyafuttatót hoznak létre a segítők, az alapítvány munkatársai, ezzel is segítve azt, hogy itt az itt lévő kutyák megfelelő mozgástérre rendelkezzenek, és hogy egészségesen tudjanak élni. A telep dolgozói továbbra is várják két hetente nyílt napra az állatbarátokat, és szívesen fogadnak többek között megunt ruhaneműket, edényeket, fagyasztott húst, játékokat, és minden olyan eszközt, amit az állatok gondozásához tudnak használni. Az átlagostól jóval nagyobb nézőszám előtt maradt pont nélkül a labdarúgó NB1 20. fordulójában a DVTK. Az első tavaszi hazai bajnokin a piros-fehérek Újpest csapatát fogadták, bár a Diós Győr főként a második félidőben sok lehetőséget dolgozott ki, ám a helyzeteit sokkal jobban kihasználó vendégcsapat elvitte a 3 pontot miskolci vendégjátékáról. 7581 szurkoló előtt rendezték meg a két nem könnyű helyzetben lévő együttes bajnokiát. Ugyanis a hazaiak házatáján a rajt előtti edzőváltás keverte meg az eseményeket, míg a vendégegyüttes az elmúlt 9 találkozójából mindösszesen 1 ponttal gazdagodott. Bár az edzőcserén áteső lilafehérek kispadját a régi új vezetőedző Mésző Géza foglalta el, de ennek ellenére a hazai publikum előtt ezen a mérkőzésen bemutatkozó Simon Miklós DVTK-ja volt az esélyes. Ennek megfelelően az első komoly zicser a Diós Győr előtt adódott, de Gera már nem tudta átjátszani a labdát a kivetődő kapuson. A 10. percben pedig már jött is az újabb lehetőség, de Akolace átlövése után végül sikerült felszabadítaniuk a vendégeknek. Nem sikerült viszont ezt megtenni a másik oldalon. A beadás után a kapusról a labda az 5-ösön bántóan üresen maradó Radosevic elé pattant, első lehetőségét azonnal gólra tudta váltani az újpesti együttes. Erre szinte azonnal válaszolhatott volna a hazai gárda, de a labdára jól érkező Akolace mellé perdített. A második félidőt is egy diógyűri lehetőség indította el, de sikerült tisztázniuk végül a lilafehéreknek, ám a következő akció már eredményt hozott. Nem bírta ki a nyomást a vendégvédelem, közelről Edon Bonyi fejelt a hálóba. 1-1. A 73. percben aztán egy újabb helyezkedési hibát tudott kihasználni az Újpest, Mörsel újra bántóan tisztán fejelhetett a hazai kapuba. Mindez pedig egy meglepő vendégsikert jelentett, hiszen újabb találat már nem esett. DVTK, Újpest, 1-2. Amikor megkaptuk az egyenlítő gólt, akkor mi is pontrugásból tudtunk újra előnyhöz jutni. Ez egy nagy dolog egy ilyen jó erőkből álló Diós Győr ellen, akik tulajdonképpen hihetetlen jól játszottak, és sok helyzetet is dolgoztak ki ők is.
Az egy hét alatt lejátszott három bajnokin a hazai tavaszi rajt során talán most játszott a legtöbb hibával a DVTK, ami most a hazai pálya ellenére is pont nélküli találkozót jelentett. Talán Debrecen kivételével mi próbáltunk ugye építkezni, támadni, ami sokkal több energiát vesz el, mint egy középső zónás védekezés, és az alkotásba sokkal több erőt és energiát kell beletenni, és abba sokkal több hiba tud belcsúszni. Ki tudunk nyílni, és ezért nehezebb a srácoknak ezt megoldani. A hétvégén nem lép pályára a csapat, a soros ellenfél az FTC kérésére ugyanis elhalasztották a bajnokit. Pénteken délben éppen ezért egy zárkapus edzőmérkőzést játszik majd a Diósgyőr a Putnok ellen, majd 24-én a Fehérvár látogat a DVTK stadionba. Miskolci győzelem egy gólgazdag mérkőzésen a Komjádi Kupa negyeddöntőjében. Panergy MVLC Szolnoki Dózsa 18-13. A mérkőzésen végig látványos megoldásokat mutattak be a csapatok, de a kupacsata második felében már sokkal jobban játszott ellenfelénél a házigazda, és megérdemelt győzelmet, így pedig továbbjutást könyvelhettek el. Szombaton este a legjobb négy közé jutás volt a tét a Komjádi Kupa mérkőzésen a Kemény Dénes uszadában a Fehérsapkás Miskolci együttes és a vendég Szolnoki Dózsa között. A csapatnak komoly segítséget nyújtó védésekkel kezdte a kupacsatát a hazai kapuban Sipos Bendegúz, ehhez a biztos alaphoz pedig a támadásban a társak is hozzátették a magukét, potyogtak a gólok mindkét oldalon. A vendégektől pedig többek között a Miskolcon nevelkedő tehetség Vismeg Zsombor volt eredményes. A találkozó első felében kiegyenlített játékot láthattunk, több gólos előnyt egyik csapat sem tudott kialakítani, viszont egy találatos miskolci előnnyel kezdődhetett a nagy szünet. A harmadik negyedben aztán már három gólos előnyt építettek ki a miskolci pólósok, amit már nem is engedtek ki a kezükből. Összesen 31 gól esett a Komjádi Kupa negyed döntőjében, ami rávilágított arra, hogy nem lehettek elégedettek a szakvezetők csapatuk védekezésével, ám a fehér sapkások főként a második félidőben mutatott játéka miatt megérdemelt hazai győzelem lett a vége. Az U23-as játékosok számára kiírt Komjádi Kupa negyed döntőjében Panergy Miskolci Vízilabdaklub Szolnoki Dózsa 18-13. Az utánpótlás éveit a kemény uszadában töltő fiatal tehetség így értékelte a kupa búcsút. Én személy szerint nyerni jöttem ide Miskolcra. Sokáig itt játszottam, szerintem én nagyon jó mérkőzést akartam játszani, ami amúgy sikerült is, szerintem most nagyon csalódott vagyok, de megyünk tovább, készülünk a bajnokságra. A továbbjutáshoz hazai részről pedig egy jóval átlag feletti csapatmunka járult hozzá, nem hiba nélkül, de egységesen nagy energiákat mozgósítva áthelyt a hazai együttes. A csapat küzdött egymásért, nagyon sok blokk volt, nagyon jól védett a kapusunk, nagyon jól védett Csipi, jól játszottunk igazából, az volt a fő, hogy a védekezésben ott legyünk toppon. Kaptunk 13 gól, de igazából emellett ugye lőttünk 18-at, tehát így ez igazából elégedettek lehetünk. Nagyon jól működött igazából az is, hogy centerbe adjuk a támadás végén a labdát, a fórakat is jól játszottuk meg. Magabiztos győzelmével pedig kiharcolta a folytatást, a legjobb négy közé jutást a Komjádi Kupában a Miskolci együttes, ahol egyelőre még csak egy rivális, Szeged neve ismert. Kedden még esős időre van kilátás, részletek hamarosan az időjárás jelentésben. A híradó után 18:25-től kezdődik a Basszus Kulcs. Televíziónk zenei magazinja visszatér, és minden hónap második hétfőjén jelentkezik új adással. Híradóval legközelebb kedden jelentkezünk, riportjainkat megtalálják a minap.hu-n. További jó tévézést, viszontlátásra!